Előrelép! Egy-egy olimpia után mindenütt megnő a sikeresen szereplő sportágok iránt érdeklődő gyerekek száma. Rióban a vívás volt az egyik legeredményesebb magyar sportág, 2 arany, 1 ezüst és 1 bronzéremmel. Az NVSC-nél 17 éve működik a tőr és párbajtő szakosztály, ahová iskolakezdés előtt nagyon sok szülő elvitte gyerekét, hogy azok elsajátítsák a vívás alapjait. Most rengeteg kisgyerek jött, tehát óvodás korosztályok is vannak, 5 évestől 16 évesig, de a legtöbb az 5 és 8 éves közötti gyerek, ami nagy szerencse, mert igazából a tőrvívás ugye az a vívásnak a legfinomabb és egyik legbonyolultabb ága, és az nagyon jó, hogy minél korábban kezdik el. Az, hogy most mennyien vagyunk, rengetegen vagyunk, aztán majd a felvételőből is látható, tulajdonképpen már úgy vagyunk, hogy nem tudunk edzeni sem. Azt hiszem a pontos létszámunk most 48 fő. Mivel olyan sportágról van szó, ahol szúrófegyver van a fiatalok kezében, az edzők nem csak a vívásra tanítják a gyerekeket. Itt mi a kicsiket megtanítjuk a fegyelemre is. Az első perctől kezdve ők tisztában vannak azzal, hogy fegyver, akár műanyag, akár bot, ugye vannak ilyen segédeszközeink, mint hogy valódi fegyver, ők kicsi, pici kezdőkoruk óta tisztában vannak vele, hogy ez nagyon balesetveszélyes, és nem is volt még erre példa, hogy egymást megsebesítették volna. Bár mindenkiből nem lehet olimpiai bajnok, a tehetségek sok munkával eljuthatnak arra a szintre, ahol már érmeket is szerezhetnek a versenyeken. A vívás az egy hosszú beérésű sportág. Tehát itt sokszor kérdezik a szülők, hogy ugyan mondjam már meg, hogy alkalmas-e a gyerek, meg jó, vagy egyáltalán mikor lesz belőle. És ugye ez mindig egy ilyen kardinális kérdés, és el szoktam mondani azt, hogy itt türelemmel kell lenni, mert a vívás az egy hosszú beérésű. Tehát itt van, aki már mondjuk 6 éve jár vívni, versenyekre is jár, de mondjuk nem tudja összerakni. Ugyanis azt szokták mondani, hogy a vívás ugye atlétikus, mint testileg, és a sakk a fejben. Ugye meg többszörösen előre kell gondolkozni, hogy én mit csinálok, az ellenfél mit fog csinálni, és arra még mi a reakcióm. Tehát ezzel nehezebben birkóznak meg. Mondjuk ezért nehéz a tör része, mert ezek, és ott még szabályok vannak, tehát szabályokat kell követni. A versenyrendszert 2 évvel ezelőtt megváltoztatták, így már a legkisebbeknek is van lehetőségük arra, hogy tétremenően vívjanak. Az NVSC fiataljai a házi versenyeket követően a jövő év elején már más klubok vívóival is összemérik majd tudásukat.